Szevasztok srácok, hát ismét itt vagyok. Na, szóval, a lényeg, hogy a múlt héten végre gurulni kezdett az autóm, és lehetőségem nyílt arra, hogy egy pár helyre elmenjek kirándulni, ami nagyon szuper volt, de persze, hogy jött egy pár dolog, amit nem vártam. Nem indul az autó. Enélkül már nem élet az élet, szóval kicsit feldobtuk ezzel azzal a dolgokat, de összegészében véve nagyon-nagyon éreztem magam, és még egy kis maradat is megmentettem. Na lássuk, mi volt a múlt héten. Hát ahogy mondtam, elindultam egy kicsit kirándulni. Na, úgy döntöttem, hogy ebben a 6 napban fel fogom fedezni a környéket, ami elmaradt, azt most lepótoljuk. Végre úton vagyok. Mint mondtam, elkezdtem kicsit kirándulgatni, itt közelben van egy nagy víztározó, és oda mentem először, ez volt a biztos. Nagyon szép volt a hely, és egy pár órát töltöttem csak ott rá, és hát persze akkor... Na, hát most úgy néz ki, hogy az önindító. Nem indul az autó. Már beindul, de egyszerűen már nem tudom. Most szedhetem szét az önindítót, és akkor szétmarom magam most már tényleg. Vissza tudtam jönni Kannanárába, és végül is nem volt különösebb probléma, kivéve a legyek. És hát ugye ki kellett költöznöm most már a kempingből, mert a biztosító innentől kezdve nem fizeti, és ahhoz elég drága volt a hely. Szóval a kempinget választottam, ahol itt vagyok. Na hát akkor itt lesz a tábor hely. Kicsit kint vagyunk a semmi közepén. Távol nincs is különösebben semmi probléma, nem olyan rossz a hely, de az egyik reggel nagyon hideg volt. Nem utaztam. Itt sem kell fürdeni. De nem tartott vissza engem semmitől, úgyhogy a következő nagyobb túrát bevállaltam és elmentem Windhambe, de előtte átmentem, itt a közelben van egy folyó átkelő, ami nagyon-nagyon látványos, elég hosszú, és hát sokan nagyon szeretik, látványos, és hát csináltam én is drónfelvételt róla. Gyakorlatilag minden nap ezen kell keresztül mennem, úgyhogy vicces, mert gyakorlatilag megyek a dolgozomba, és ezen jövök, ezen megyek. Na kiránduljunk egy kicsit. Érdekes volt az út, mert tényleg olyan volt, mintha az afrikai szavannákon lettünk volna, igaz, bár ott még nem voltam, de így tudnám elképzelni a helyet. Krokodilok vannak, az elefántokat, a zsiráfokat még azért hiányoltam a helyről. És ahogy haladtam egyszer csak, hát kicsit elbizonytattam, mert tehát mint valami roncstemette egy olyan helyhez értem. Először nem is igazán értettem, hogy ez micsoda, sok kiégett autó és szemét mindenfelé. És hát utána megláttam, hogy ez egy hát egy ilyen aboriginal community, vagy tehát azok laknak ott, és hát sajnos itt hát elég hanyagú kezelik az ilyen dolgokat, hogy finoman fogalmazzak, bizonyos emberek. De a lényeg, hogy elértem a várost, és egyből meg is álltam egy hatalmas szobornál, egy őrült nagy krokodil volt ott az út szélén. És hát a helyi segítség is megérkezett, aki rögtön megmutatta azt, hogy pontosan hogy is készült szobor, költemény, és hát egy pár szót váltottunk egymással. Like this place? Yeah, home. Your home. Okay. And what can you do here? When? I work now then. Okay, what? To put a local work. Már régóta akartam bemenni egy helyi üzletbe, egy ilyen marketbe, egy ilyen aboriginál területen, amit még eddig nem tettem meg, és hát ez most pótolandó. Megnéztem, hogy néz ki itt a helyi üzlet. Majdnem 10 dollárra az alma. Ez nem csak sok. Igazából hát kicsit puritán, hogy így mondjam, de alapvetően mindent lehet kapni, szóval olyan nagy
meglepetés nem ért engem. Szóval, ahogy mondtam, ugye itt öt folyó folyik össze, és hát elég impresszív az a látvány, ami elég tárú. Ezt ugye megnéztem egy nagyon szép kilátóról is, onnan nagyon szépen be lehetett látni az egész területet. Ezután kicsit délnyugatnak vettem az irányt, és egy úgynevezett börtönfát néztem meg. Ugye van ez a kedvenc fám, ez a Bob Tree, és hát ebből van egy, ami egy nagyon-nagyon impresszív nagy fa, és hát gyakorlatilag ezt ténylegesen használták ilyen átmeneti börtönnek, mikor valakit gyakorlatilag mint egy fogház kellett tartani. Azt hiszem az 1800-as években, és ezt a fát néztem meg. Ott töltöttem az éjszakát, és hajnalban indultam vissza, hát gyönyörű volt, ahogy a napfelkelte jött, és hát próbáltam, igazából fotózni akartam, ezért indultam meg nagyon korán, de azt gondolom, hogy elég látványos lett az eredmény. Csak történt, valami hát, már visszaértem majdnem tanárába, amikor konkrétan letört a löphárítom. Hát, igen. Szóval a löphárítom konkrétan az egyik oldalon a hegesztés úgy, hogy van letört, és hát nagyon nagy szerencsém volt, hogy nem szakadt le az egész löphárító. Akkor nagyon nagy bajba lettem volna. Nem mondom, hogy tökéletes, de szerintem itt betanultam kibírja egy darabig. Most eljöttem oda, ahol majd szervizelik az autót szerdán, hogy mondom, hátam meghegesztik, de nem. Azt mondják, hogy itt ezt nem is csinálhatják, mert olyan kell, akinek nem tudom milyen license van, hogy milyen safety, meg mert hogyha én valakit megölök, majd elütök, vagy valami, és akkor, hogy tehát ennek a javítására csak olyan, akinek erre nem tudom milyen jogosítványa van. Szép kilátások! Na, hát úgy néz ki, hogy tényleg csak ezek fogják elvállalni, senki más nem fogja. És hát ők csütörtökre adtak időpontot, szóval, hát, addig is ideiglenesen próbáltam toldozni, foldozni, hát kisebb-nagyobb sikerrel. Jó. Na, nem bírta ki a javításom. Elszakadt. Na hát ezt találtam ki. Igazából ráraktam egy ilyen spanifert. Remélem, hogy kibírja pár napig. Szóval a kempinghez járok, és ott csinálom a videókat, nagyon rendesek a recepción, beengednek, és ott gyakorlatilag klímás helyiségben tudok dolgozni. És hát akkor volt az egyik nap, mikor kint a kemping előtt megláttam egy aboriginál embert. Na megnézzek, van itt egy aboriginál, aki máskor is árulgatott dolgokat, és akkor megnézem, hogy csinál. Már láttam máskor is, és igazából hát ő egy művész ember, és ugye fest, wow. És igazából ez a Bob Tree-nek a gyümölcsét faragja, és really arra nice. Különböző motivumokat csinál. Ezt csinálta akkor is, és hát kíváncsi voltam, hogy ez hogy néz ki. Beszélgettünk egy kicsit, és hát sok minden kiderült róla. Igazából elhagyta, vagy elvesztette a feleségét, és hát egy lánya van, aki Perth-ben él. Elvileg tartják a kapcsolatot, de nem volt teljesen kristálytiszta a dolog. A lényeg, hogy is bevallása szerint sajnos alkoholista, és hát úgy néz ki, hogy a drog is ott van a terítéke. Nagyon szomorú látni, hogy tönkre mennek emberek. Sajnos elég gyakori jelenség az aboriginál közösségen belül ez a dolog. Konkrétan vigyázni kell arra, hogy a kempingben minden zárja, mert az alkoholt keresik. Azért törnek be az alkohol miatt.
egyszerűen őrület és egy nagyon elszomorító dolog. Na! Na, hát ma is eljöttem, itt a kempingbe vagyok, és a recepción fogok ismét ügyködni. Ja, hát itt tudok áramot szerezni, és a gépem is a légkondiba tud működni normálisan. Hát itt voltam ma a kempingembe, és hát egész nap csináltam a videót. Most már majdnem kész vagyok vele. Na, végeztem a videóval vasárnap. Hát most enni akarok valamit, és kimenni van itt egy valami szabad strand, úgyhogy oda készülök. Nézzük meg a krokikat. Csinálom. Urak vagyunk, vagy mi? Érdekes volt, mert ugye ez egy folyó részen van, és hát ugye itt mindenhol van krokodil. Ha elvileg nem a sós, akkor talán nincs probléma, de hát a fene tudja, azért mindig ott van a kis ördög. Engednem a gumikat, és visszamegyek a susnyásba aludni. Na, ilyen az, amikor nem indul az autó. Még bekapcsoltam a kamerát. Eddig nem akart elindulni. Ó, de hajos. Törjön! Tesszünk helyére, úgyhogy ma kezecskézni fogok. Vettem már jó kis a virslit. Mi írnak ezek a bogarak? Na, kész a nagy tuti kaja. Jobb, mint aminek kinéz. A titok. Csináld meg, amilyen gyorsan tudod, mert megzabálnak a bogarak. Tegnap újra ugye a munkahelyemen kezdtem, mivel a következő videót csinálom, és hát ekkor volt az, amikor az autóm előtt madarat, egyszer csak megláttam egy kis madarat. Nagyon nagy mázi volt, mert nagyon beleolvadt a környezetbe, és majdnem rá is léptem. Szóval szerencsé, hogy az autóval nem tapostam agyon, vagy én nem léptem rá. Szóval madarat mentettem, és hát happy end lett a vége, mert a helyi állatkórházba elvittem, ott nagyon örültek neki. Dog? Yeah, I think it's a little dove. És úgy néz ki, hogy jó kezekbe került. Na hát ugye ennyi volt a hétre, szerintem elég aktív volt, és most már tényleg két napon belül, vagy másfél napon belül útra kelek, és vár a gép.